Sziasztok! Biztos vagytok ti is úgy, hogy a csalitokat, ezen belül mondjuk a plasztik csalit szeretnétek rendszerezni. Ugye a plasztik csaliról tudni kell, hogy ha összekavarjuk, hajlamos mondjuk a színét így összekeverni, tehát lehet, hogy éppen akkor lesz a fogós, mert mondjuk egy világos meg egy sötétet nem érdemes egybe rakni, lehet így színenként szétválogatni, de legjobb, hogyha a saját zacskójában marad, én úgy szoktam legújabban megtenni ezt a dolgot, saját úgymond zacskójában marad, és onnan veszem elő majd ezt a plastik csalit. Hát már mutattam nektek ezt a megoldást, ezt a fishing box kis dobozt. Ugye ennek az a jó, hogy ami olyan, azt ide bele tudom rakni a tetejébe. Látjátok, vannak cseburaskák, meg amit így nem használok, illetve ilyen szépen sorba látjátok, hogy megpróbálom így itt felétek mutatni. Hát ilyen, mint egy leporello, szépen tudom lapozgatni. De hát, mint minden más, ez is előbb-utóbb betelik. Tehát nincs olyan doboz, ami meg ne telne, úgyhogy ez sajnos nekem megtelt. Más kellett néznem. Hát ilyen dobozt nem akartam, ilyen nagyobb dobozt berakni, illetve olyan kellett, amit viszonylag azért könnyen viszek magammal, a csónakomban is könnyen elfér, könnyen kezelhető, átláthatóak a plasztik csalik benne. Nos, megtaláltam szerintem az egyik jó kis megoldást. Ez nem más, mint ez a táska. Ami egyébként eredeti funkciójában egy orsótartó táska. Ebből vannak kisebb, nagyobb változatok, ami óriási előnye neki. Látjátok, hogy egy egész masszív kis táska. Terepszínű, hát, hogy meg ne találjuk ugye a fűbe, ha lerakjuk a őszi avarba, de viccet félretéve van egy erősítés itt az oldalán, tehát hogyha itt megfogjuk, akkor szépen végig van varva, ez biztosan fogja tartani. Van egy zipzár, amit ha körbe zipzárolunk, akkor már is belelátunk úgymond a mélyébe a dolgoknak. Hát vannak itt úgymond olyan csalik, amik így hívjuk őket, hogy tájidegen, de ez is hozzátartozik a dologhoz, és nem szeretném azt mondani, hogy én bizony nem használom más gyártónak a plasztik csaliát, de mindenből próbálok kipróbálni, úgyhogy van egy fakkom, amik el van különítve, ebben vannak nagyon-nagyon különlegesek is, lehet, hogy Magyarországon csak nem van ilyen tényleg, mert olyan dolgokat próbálok keresni, ami különleges, és ebből inspirálódni, ha úgy tetszik. Aztán, ami nagyon jó, ebben az orsó tartó táskában, még az eredeti funkciója ennek a táskának, az, hogy el lehet szortírozni, tehát van ilyen hosszabb rész, tépőzárral lehet ezeket a fakkokat kialakítani, és hát tetszésünk szerint kialakíthatjuk a fakkokat itt a táskán belül. És készítettem 4 fakkot, ugye a 4 fak nekem, ezek közül egyik, ha látjátok, akkor ez a sárga címkés, tehát a normál plasztik csalik vannak. A másik fak, látjátok, ez a floating csalik vannak. Szinte ugyanannyi van belőle egyébként, van még, úgy látom, még mintadarab is van még belőle, még mindig. És akkor van a következő fak. Ez a MENSZ plasztikok, ugye ezekben is vannak hagyományosan, amiket nagyon-nagyon szeretek. Például az a MENSZ SHED, nagyon imádom ezeket az aprókat, nagyon szeretem. Úgyhogy ezt itt ebbe a fakba találom. A tájidegen, úgy mondom, a tájidegen plasztikokat, meg a még a plusz egybe. Hiszen nagyon sokszor kipróbálok mindent, minden variációt. Ahhoz, hogy azt tudjam mondani, hogy jó működnek az LNK plasztikok, ehhez hozzá kell úgymond hasonlítani igazából össze a két plasztikot, hiszen hogyha ugyanolyan fokos vagy még fogósabb az LNK plasztik, akkor biztos, hogy egy jó plasztik kerül a piacra, vagy került a piacra, mert itt múlt időben tudunk beszélni, hiszen mindegyik
már piacon lévő, illetve a MENSZ is egy piacon lévő, nagyon-nagyon régen piacon lévő plasztikcsali egyébként. De ennyi, ez egy nagyon ügyes kis táska, belső egyébként ilyen bársonyos borítású, nagyon kellemes fogású, tehát ebbe, ha több plasztikot használtok, akkor érdemes egy ilyet használni. Egyébként még van lehetőség jobban szétválasztani, tehát vannak ilyen, azt hiszem még van kettő ilyen választási lehetőség, tehát ilyen kisebbre is rakhatjuk, illetve eredeti funkcióját is igénybe vehetjük, akár orsunkat is tárolhatjuk benne, és akkor a másik fakba meg, vagy két fakba mondjuk plasztikot tárolhatunk, és így vihetjük szépen magunkkal. Én szeretem ezt így a csónakba tárolni, hogyha elmegyek parti horgászatra, akkor bedobom a kocsiba, és akkor csak azt veszem elő belőle, amire szükség van, a pergető táskába azt rakom be ott a parton. De hogyha kell, akkor gondolkozok, hogy jó lenne ez vagy az, akkor is ott van nálam ez a táska. Tehát, hogyha sok plasztikotok van, vagy egyre több van, akkor érdemes egy ilyet venni. Ha meg még kevés van, akkor, vagy kevesebb van, akkor elég lehet egy ilyen kisebb táska, vagy akár ha úgymond kezdő horgászok vagytok, akkor nem várható el, hogy nagyon sok legyen, akkor elég egy pergető táskába a többi csali mellé behelyezni. De ne felejtjétek el, hogy fejlődni kell, és fejlődni muszáj, úgyhogy használjátok a plasztikokat, mert nagyon eredményes csali. Ennyi lett volna a mai szösszenet, ez a kis tároló, dobozos bemutató. Ne felejtjétek el, hogyha tetszett a videó, akkor iratkozzatok fel a csatornára, vagy nézzetek meg más régebbi videót is. Találkozzunk jövő héten, szerdán 20:30-kor. Sziasztok!